Rádió és Babóca, két jó barát kalandja. A barátság. Egy meleg nyári napon Babóca, a Katica kislány, jókedvűen nézett ki háza ablakán. Megreggelizem, gondolta, és elmegyek egy nagyot sétálni az illatos rétegre. A sétára talicskáját is magával vitte. Hát, ha találok valami érdekeset, amit majd haza tudok hozni benne, morfondírozott. No hát, kiáltotta hirtelen Babóca, egy csodaszép cseresznye, ez aztán a kincs. Finom evédem lesz belőle. Megpróbálta feltenni a cseresznyét a talicskára, de a cseresznye túl nehéz volt. Babóca hiába erőlködött, nem sikerült megemelnie. Épp arra járt Bogyó, a csiga fiúcska. Miért búslakodsz, kis Katica bogár? Kérdezte Babócát. Azért, mert nem sikerül a cseresznyét feltennem a talicskára, felelte Babóca. Ne szomorkodj, majd én segítek, mondta Bogyó segítőkészen. Együtt valóban könnyedén feltették a súlyos cseresznyét a talicskára. Babóca nyomban elindult haza az ízletes csemegével. Bogyó szomorúan nézett utána. Nem gondolod, hogy nekem is jár abból a cseresznyéből? Dobbantott dühösen lábacskájával a csiga. Hiszen segítettem neked. De hisz a cseresznyét én találtam, kiabálta Babóca. Nem adom, az enyém. A csiga megszeppent. Ráncigálni kezdték a cseresznyét. Nem adom, az enyém, mérgelődött Babóca. Nekem is jár belőle, bosszankodott Bogyó. Addig rángatták ide-oda a cseresznyét, míg ketté szakadt. Bogyó és Babóca a földre huppantak meglepetésükben. A cseresznyéből ugyanis egy dühös kukac zuhant ki. Mit tettetek a cseresznyémmel? Zúgolódott. Hiszen ez a cseresznye az én lakásom. Na, nem kell úgy megijedni. Szívesen megmutatom nektek, hol találtam ezt a cseresznyét. Ott bőségesen találtok magatoknak harapnivalót, én pedig választhatok új lakhelyet magamnak. Babóca besegítette a kukacot a talicskába, és elindultak együtt megkeresni a cseresznyefát. Csak hamar meg is találták. A föld telistele volt édes, illatos cseresznyékkel, amik már lehullottak a fáról. Bogyó és Babóca nagyot ugrottak örömükben. A kukac hamar álomba szenderült, Bogyó és Babóca pedig hosszasan csemegéztek a finomságból. Későre járt már, amikor hazaindultak. Két cseresznyét vittek magukkal a talicskában, egyiket Babócának, másikat Bogyónak. Napnyugtakor érkeztek Bogyó házához. Leemelték a talicskáról az egyik cseresznyét, majd búcsút vettek egymástól. Bogyó hosszan integetett Babócának csöpp háza ablakából. Bogyó hamar elaludt az izgalmas nap után. Álmában újra cseresznyék között ugrándozott Babócával, és kedvükre falatoztak, amíg tele nem lett a bendőjük. Hamarosan Babóca is hazaérkezett. Ettől a naptól kezdve Bogyó és Babóca elválaszthatatlan jó barátok lettek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A barlangi pók. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár színes faleveleket gyűjtött az őszi erdőben. Egyszer csak sírást hallottak. Te is hallod ezt, Bogyó? Kérdezte Babóca. Igen, a barlangból jön.
Menjünk, bekeressük meg, kisír! Félve merészkedtek egyre bejjebb és bejjebb. Hirtelen észrevették, honnan jön a sírás. Egy aprócska virágbogár sírt. No hát, mi történt veled, kis virágbogár? Miért sírsz? Eltévedtem ebben a sötét barlangban. Nem találom a kijáratot. Hogyan jutok most haza a házikomba? Sírdogált az apró bogárka. Mi a neved? Kérdezte Bogyó. Gömbi! Ugyan, ne szomorkodj, Gömbi. Majd mi megmutatjuk az utat a házikódhoz, mondta Babóca, és kedvesen magához ölelte a virágbogarat. Hirtelen furcsa, félelmetes hang hallatszott a barlang mélyéről. Bogyóék összeölelkeztek ijedtükben. A következő pillanatban egy hatalmas, mérges pók jelent meg, és dühösen rájuk kiáltott. Ki ébresztett fel álmomból? Mit kerestek ti a barlangomban? Meneküljünk! Kiáltott Baltazár, és mind futásnak eredtek. Gyertek, bújjunk ide! Szólt rémülten Babóca, és mindnyájan bebújtak a szikla mögé. A pók szerencsére nem vette észre őket, Gömbi azonban elsírta magát, és a pók meglátta a falnál rejtőzködő csapatot. Bogyó, Babóca, Gömbi, Baltazár és Pihe szaladtak tovább, amilyen gyorsan csak tudtak. De jaj, Baltazár elbotlott egy kőben, és a pók bizony utolérte őket. Bogyó egy szúrós faággal hősiesen védte barátait. Menj innen, rusnyapók! Kiabálta dühösen. Amíg Bogyó elterelte a pók figyelmét, Pihe és Baltazár egy hosszú kötéllel körbe-körbe szaladtak a pók körül. Babóca védte Gömbit, nehogy a pók elérje. Na, most pórul jártál? Szólt elégedetten a pókhoz Baltazár. A pók megpróbálta magát kiszabadítani a kötél szorításából, de nem sikerült. Aztán egyszer csak elsírta magát. Nem is akartalak bántani titeket. Igazából még soha senkit sem bántottam. Csak mérges voltam, amiért felébresztettetek. Kérlek, engedjetek el, megmutatom a barlang kijáratát. Tényleg nem bántasz minket, megígéred? Kérdezte Bogyó. Igen, ígérem. Gyertek, üljetek fel a hátamra, kiviszlek benneteket. Felültek a pók hátára, és hamarosan el is érték a kijáratot. Ideje elköszönnünk. Gyertek el a barlangomba máskor is. Köszönjük a segítséget, pók, mondta Pihe. Gömbi ez alatt elaludt a Katica lány kezében. Most mit csináljunk vele? Tanácstalanodott el Babóca. Építsünk neki babakocsit, javasolta Bogyó, és már munkához is láttak. A kocsi gesztenye gumóból, kerekei faágakból készültek. De hol lehet a házikója? Én tudom! Kiáltott fel Pihe. Amint megérkeztek a házhoz, a kis virágbogár felébredt a kocsiban. No hát, ó házikom, hazahoztatok engem, igazán köszönöm. Jó éjszakát, kis Gömbi! Aludj jól, és többet ne menj egyedül a sötét barlangba, mert újra eltévedsz, mondta Bogyó és Babóca. És búcsúzóul megölelték a kis virágbogarat. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A hóember. Egy hideg téli reggelen Bogyó a csiga fiú vidáman kopogtatott Babóca ajtaján. Gyere velem szánkózni! Babóca gyorsan felvette a téli kabátját, sapkát, sálat, kesztyűt húzott, és már indultak is. A Katica lány felült a szánkóra, a csiga pedig húzta-húzta erősen. Hamarosan elállt a hóesés. Bogyó és Babóca élvezték a téli napsütést, lankás dombokon és meredek hegyoldalakon csúsztak.
Nézd csak, milyen szép hóember, kiáltott Bogyó. Jaj, neki megyünk, aggódott Babóca, de már késő volt. A szánkó egyenesen nekiszáguldott a dombalján áldogáló hóembernek. Nem ütötted meg magad? Kérdezte Bogyó Babócát. Én nem, de a hóembert alig, ha nem tönkretettük. Hát igen, a hóember felborult, állapította meg Bogyó is. Meg is eszem a répa orrát. Hógolyozzunk egyet a hóemberből, javasolta Babóca. Bogyó és Babóca vidám hógolyozásba kezdtek. A hóemberből hamarosan szinte semmi sem maradt. Egyszer csak Baltazár, a méhecske köszönt rájuk. Babóca vidáman kérdezte. Nincs kedved hógolyózni velünk? Most nem érek rá. Hoztam egy kalapot és egy sálat a hóemberemnek, amit tegnap építettem. Nem láttátok véletlenül? Bogyó és Babóca riadtan néztek egymásra. Húha! Suttogta Bogyó. Biztosan azt a hóembert keresi Baltazár, amelyiknek neki mentünk. Nem merték elmondani Baltazárnak, hogy feldöntötték a hóemberét. Nem, nem láttunk semmiféle hóembert. Sehol sem találom a hóemberemet. Fakadt sírva Baltazár. Bogyó és Babóca nagyon megsajnálták a méhecskét. Ne szomorkodj, mondta végül Bogyó. Építsünk inkább egy új hóembert. Jó, egyezett bele szipogva Baltazár. Az alsó legnagyobb hólabdát Babóca gyúrta, a középsőt, a hóember pocakját Baltazár, a legkisebbet pedig Bogyó. Ez lett a hóember feje. Babóca megemelte Bogyót, Bogyó pedig feltette a helyére a hóember fejét. Amikor a hóember elkészült, Baltazár végre a nyakába köthette a csíkos sálat. Bogyó nagyot ugrott, és feltette a hóember fejére a piros fazékkalapot is. Hű, nagyon szép lett, lelkendezett Baltazár. Az az igazság, szólalt meg ekkor bűnbánóan Bogyó, hogy mi tettük tönkre a hóemberedet. Véletlenül nekicsúsztunk a szánkónkkal. Nem haragszol? Na hát, ti voltatok? Kérdezte megdöbbenve a méhecske. De aztán hamar megbocsátott Bogyónak és Babócának. Ez a hóember sokkal szebb lett, mint az előző, jelentette ki. Menjünk, csúszunk le a dombon együtt! A három jó barát késő estig szánkózott a hegyoldal meredek lejtőin. Most már nagyon vigyáztak az új hóemberre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Az elveszett mogyoró. Ha-ho, Bogyó, siess már, szaladjunk Regőhöz! Köszönjünk el tőle, mielőtt téli álomra hagyja a fejét, mondta Babóca, a katica lány. Bogyó fejére húzta sapkáját, sálat kesztyűt vett, és a két barát elindult Mókus Regő odúja felé. A mókus fent üldögélt odúja előtt a faágon. El akartunk köszönni, mielőtt bebújsz az odúdba télire, kiáltott Babóca. Gyertek, igyunk egy búcsúszörpöt, és rákcsáljunk hozzá egy kis mogyorót, kínálta Regő a barátait. Nézzétek, mennyi finom csemegét gyűjtöttem össze télire, tele az éléskamra. De jaj, az éléskamra teljesen üres volt. Segítség! Hová tűnt a sok mogyoró, dió? Hol vannak a tobozok, makkok, mazsolák? Nézzétek, azt hiszem itt gurultak ki a mogyorók,
mutatott Bogyó egy kis lyukra az éléskamra sarkában. Valaki megrágcsálta a fatörzset, kiáltott Babóca. És azt is tudom, ki volt az, tette hozzá a csiga fiú. Egyet se féregő, most rögtön előkerítjük a bajkeverőket, és megkeressük az elgurult mogyorókat. És a diókat, tobozokat és makkokat, mérgelődött tovább a mókus. A két barát már indult is a nagy rétre. A rét felől hangos nevetés hallatszott. Na tessék, ők azok, naphosszat rosszalkodnak, mindig baj van velük, zsörtölődött Babóca. Biztosan most is valami rosszaságon törik a fejüket, helyeselt Bogyó. Valaki megrágcsálta mókus regő fatörzsét, épp ott, ahol az éléskamrája van, mind elgurult az összegyűjtött mogyoró. Nem ti voltatok? Kérdezte Bogyó. Jaj, nem akartunk rosszat. Mi csak rágtunk, és nem tudtuk, hogy épp ott van az éléskamra. Magyarázkodott a legkisebb szúbogár. Tudunk valahogy segíteni? Gyertek, meg kell keresnünk az elgurult mogyorókat. Nincs sok időnk, nem sokára leesik a hó, és akkor biztosan nem találjuk meg a csemegéket. Siessünk! Alaposan megvizsgálták együtt a fatörzset. A mogyorók itt gurultak ki, lepotyogtak a földre, és egyenesen végiggurultak a dombon, magyarázta Babóca. A domb aljában a cimborák rá is találtak az elgurult finomságokra. Hurrá! Újjongott Regő. Akkor most kérlek, hozzatok vissza minden falatot az ódumba, én addig bedeszkázom a lyukat, mondta Regő a szúbogaraknak, és munkához látott. A mogyorókat, diókat, makkokat egyesével cipelték fel mókus regő odujába. Bogyó és Babóca is segítettek. De hiába iparkodtak, vége felé közeledett a nap, és még hatalmas kupac várakozott a domb alján. Sosem végzünk! Sóhajtott az egyik szúbogár. Jó volna egy kis segítség! Tette hozzá a másik. Bogyó egyszer csak felpattant, és szó nélkül elszaladt. Amikor visszatért, magával hozta a trombitáját. Belefújt a trombitába, de olyan hangosan, hogy azt az erdő minden lakója hallotta. Csak hamar összegyűlt az erdő apraja és nagyja. Babóca felmászott egy nagy kőre, és elmesélte, mi történt mókus regő összegyűjtött mogyorójával. Mind elgurult! Vissza kell vinnünk regő odójába. Ha mindenki segít, estig készen leszünk. Rajta! Mondta Bogyó, és felvett egy szem mogyorót a kupacból. A mogyorót Babócának adta, ő a szúbogaraknak, a szúbogár a méhecskének, a méhecske a szitakötőnek, és így tovább kézről kézre. Mire megjelent az égen a hold, a domb aljáról minden mogyoró, mak, dió és gesztenye visszavándorolt mókus regő éléskamrájába. Regő boldogan tette a helyére az utolsó szemgesztenyét. Köszönöm, újra teli az éléskamrám, mondta. De jó, hogy ilyen sok barátom van. Hamarosan lehullik a hó. Ideje, hogy visszavonuljak az odumba télire. Tavasszal találkozunk, mondta a mókus. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Erdei torna verseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben. Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap, érkezett futva a hírrel Vendel. A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Döme Csolt, levágta a konyort! Kiáltott Ugri, a szöcske lány. Csolni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon! Vendel futott a leggyorsabban, utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött. Lassú csiga! Ne gúnyolódjatok, ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca.
Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem. Nem sikerül. Semmi sem sikerül, mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig, és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb. Ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb. Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csiga fiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötél verseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugrókötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább, nekem semmi sem sikerül, hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit, valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe, célba dobás. Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok öt kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás, van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá, célba dobás, hát persze én is beállok. Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az öt tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Vendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett.